Mivel Labonc Sándor is koraszülött volt, ezért fontos számára a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány munkájának segítése. Agyannó úgy fogalmazódott meg bennünk és bennem, hogy milyen jó lenne még ebben az évben egy jótékony megmozdulást ugye megvalósítani. Munkahelyem és munkatársaim nagyon segítőkészek voltak ezzel kapcsolatosan, így aztán ugye plusz motivációt is kaptam ezáltal, hogy egy olyan csapat, majd hogy nem egy család tagja lehetek, akik ugye mindenben az ember segítik és mögötte állnak. Ez a jótékonysági kerékpár túra ugye a koraszülöttekért lett megrendezve, tehát hogy nekik próbáltunk és próbálunk segíteni. Jó magam is érintett vagyok olyan tekintetben, hogy én is koraszülött voltam annó, így aztán ugye engem is testközelből érintett ez a dolog. Önmagában ez a jótékonysági kerékpár túra, teljesítménytúra, ez úgy nézett ki, hogy a Kékestetőre kerékpároztam el háromszor Karcagról, háromszor oda-vissza, és a tervben az volt, hogyha még maradt szufla és egy kis energia, és az égiek is, ha engedik, akkor ugye megcélozzuk ugye az 1000 kilométert. Ez szerencsére meg is valósult, tehát így sikerült egy szuszra. Hát 42 óra hosszás ébrenléttel és 35 óra hosszás nettó kerékpározással megvalósítani ezt az 1000 kilométert. Jelenlegi információm szerint közel 600 ezer forintot sikerült összegyűjteni, és hát ennek nagyon örülök, ugye ez borzasztó nagy segítség lesz majd az alapítványnak. És hát igen, ez a melegséggel és jó érzéssel tölt el az embert, hogy ez ilyen sikeresen megvalósult. Nagyon örültek neki, még nem sikerült velük ugye azóta konkrétan személyesen találkoznom, de nyilvánvaló, ez csak időkérdése, és fogunk személyesen is találkozni. Megkeresésünkre is nagyon pozitívan álltak ehhez a dologhoz, az első perctől kezdve nyitottak voltak és segítőkészek. Bár nem volt könnyű a folyamatos kerékpározás a változó terepen, az alföldi síktájról a hegyekbe. De Labonc Sándor nem ismer akadályokat, ha segítségnyújtásról van szó. Nyilván ugye nagyon sok tényezőből áll ez a dolog, hogy kiért és miért zajlik, kik vannak a háttérben. Tehát adott esemény megvalósításának érdekében ugye mindenki oda teszi magát és próbálja a maximumot nyújtani. Akár szervezésben, akár ugye jótékonykodás szempontjából, tehát úgy gondolom, hogy ezek között nem, tehát nem lehet mérlegre tenni, hogy mikor, miért és hogy sikerült. Ígéri Labonc Sándor, aki most kicsit leteszi a kerékpárt és az apai szerepét erősíti, hiszen heteken belül megszületik második gyermeke, akit nagyon vár már feleségével. Nagyon sok ötletem és tervem van. Nyilvánvaló, hogy ugye az élet maga az, ami diktál, tehát ember tervez. Majd meglátjuk, hogy mit sikerül összehozni. Nyilván ugye a magánéletre próbál az ember leginkább összpontosítani, és amellett megvalósítani ezeket a dolgokat. Tehát előre kijelenteni ugye nagy merészség volna bármit is, így fejben ugye az ember tervez, és aztán adott alkalommal megvalósítja, hogyha sikerül.